Sziasztok! Üdvözöllek újra titeket a csatornámon, én Eszti vagyok. Szeretném megosztani veletek a hírt, hogy most hétvégén, december 12-én, 2 hónapra Hawaii-ra utazom. Ezt a kis videót azért készítettem, hogy megmutassam nektek, hova is megyek pontosan, hogyan fogok utazni, és mit is fogok csinálni ebben a következő 2 hónapban. Azért utazom Hawaii-ra ilyen viszonylag hosszabb időre, mert regisztráltam egy olyan programra, amely arról szól, hogy ha szeretnél valahova utazni olcsón, akkor önkéntes munka cserébe szállást és ellátást kapsz. Ha megnézitek a workaway.info honlapját, akkor látni fogjátok, hogy a világ bármely pontjára lehet menni, és nagyon sok különböző dolgot lehet csinálni, ez egy szuper lehetőség az utazásra megfizethető áron. Én Baltimore-ból fogok indulni, először Chicagóból, ez egy 2,5 órás repülőút lesz. Hál' Istennek a chicagói reptér már ismerősnek számít, mert én nem messze voltam Opel, úgyhogy megfordultam már egy párszor a különböző kirándulások során. Ott fogok átszállni arra a járatra, ami közvetlenül megy Honoluluba. Annyira messze van Hawaii, hogy meg kellett igazítanom a képet, mert nem fér bele a térkép. Tehát ez egy 9,5 órás út lesz, ami lényegében hosszabb, mint amikor Európából jövök az USA-ba. És onnan Honoluluból egy kis repülővel fogok felmenni Kauai szigetére, ez csak egy ilyen rövid 35-40 perces út lesz. Ugye a Hawaii szigetek több kisebb szigetből áll. A legnagyobb, ez a The Big Island, ez maga a Hawaii sziget. Aztán van Maui, ami olyan pici, hogy egy nap alatt körbe lehet autózni, és ez egy nagyon népszerű nyaralós hely. Oahu, ahol a főváros Honolulu található. Én viszont a legészakabbra megyek, Kauai szigetére, ez az egyik legkevésbé turistásabb, legvadabb természeti kincsekkel rendelkező sziget. Itt forgatták a Jurassic Parkot, gyönyörű kirándulós helyek vannak, és konkrétan Kapa nevezetű városban fogok tartózkodni. Amikor én eldöntöttem, hogy Hawaii-ra szeretnék utazni, akkor megnéztem ezen a honlapon, hogy milyen lehetőségek vannak. Na most ugye Hawaii-on rengeteg az ilyen organikus farm. Tehát lehet menni az ilyen farmokra, ahol mondjuk kókusz vagy bármilyen más növény termesztenek, és napi 4-5 óra munkáért teljes ellátást kapsz a farm tulajdonosoktól. Én viszont olyat szerettem volna inkább, ahol sok fiatal fordul meg, ahol sok emberrel találkozhatok. Ezért kerestem hostelt, hogy mondjuk a recepción tudok dolgozni, és felajánlanak nekem egy szobát mondjuk a hostelben, és megtaláltam ezt a Kauai Beach House hostelt, ami pontosan erről szól. Éppen ezért elküldtem a jelentkezésemet, majd 2 hónapot kellett várnom, és visszaszóltak, hogy nagyon szívesen látnának, mehetek dolgozni a téli szezonban, ugyanakkor 2 hónapos elköteleződést várnak el. Úgyhogy hosszú hezitálás után úgy döntöttem, hogy elfogadom, és megbeszéltünk egy indulási időpontot, ez pedig december 12, aztán nem volt más hátra, mint megvettem a repülőjegyet, és most szombaton, december 12-én utazom. A kirándulás során végig fogok fényképezni és vlogokat készíteni, elsősorban azért, hogy a családom, a barátaim és persze ti, kedves YouTube nézőim is részesei lehessetek ennek az élménynek. A vlogokat a YouTube csatornára fogom feltölteni, úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le róluk. A videókat magyar nyelven fogom készíteni, hiszen magyar az anyanyelvem, és azért, hogy otthon is mindenki tudja nézni. Ugyanakkor az itteni barátaim nyafogtak, hogy ez nem ér, mert ők akkor nem fognak érteni belőle semmit. Úgyhogy arra gondoltam, hogy magyarul fogom készíteni továbbra is, ugyanakkor megpróbálok a lehető legtöbbhöz angol feliratot készíteni. Én nagyon szeretném, hogy ezek a vlogok másról is szóljanak, mint arról, hogy megmutassam, hogy mit csinálok, hol vagyok. Éppen ezért, hogyha bármilyen kérdésetek van, vagy ezzel a Workaway-jel kapcsolatban, vagy Hawaii-jal kapcsolatban, vagy az USA-val kapcsolatban, vagy csak szimplán az egyedül utazással kapcsolatban, akármivel, akkor kérlek, ne habozzátok feltenni ezeket a kérdéseket, vagy a Facebook oldalamon, vagy itt, YouTube-on, a kommentek formájában, amiket a videó alatt tudtok hagyni. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor ezt a képernyő jobb alsó sarkába kattintva tudjátok megtenni. Remélem, hogy minél többen velem tartotok. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis videót. Találkozunk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Everything that's found is new, and someone else's ticket saved.